Szeretettel üdvözlöm Önöket. Be kell valljam, hogy egy kicsit meg vagyok hatva. Ugyanis az elmúlt héten, én nem tudom, hogy Önök honnan tudják, biztos a Facebook jelzi, de annyi jó kívánságot kaptam, hogy ha az mind igaz lesz, amit Önöktől, hogy Isten éltessen sokáig, boldog születésnapot, akkor én nagyon-nagyon soká fogok élni, és igyekszem is minden jó kívánságukat begyűjteni. És az Isten áldja meg magukat, hogy Önök szeretnek engem, mert ez nekem jól esik, és ez engem éltet. Aki viszont nem ismerne, annak elmondom, hogy Geszti Glória vagyok, és a Te a Glóriával című műsort látják, amelyben hétről hétre igyekszünk közösen beszélgetni olyan dolgokról, amit talán mástól nem tudnak megkérdezni, vagy hallották innen-onnan, és milyen jó lenne, ha a Glóriával ezt megbeszélhetnénk. Legyen az egészség, egészséges életmód, kultúra, történelem, színház, zene, szóval így vagyunk mi itt együtt. A műsor hívható egy állandó telefonszámon, ez a 0620 9340 330-as telefonszám, de csak reggel 9 óra után, este bátran későn fekvő vagyok. Van egy Facebook oldalunk, Te a Glóriával, és van egy weboldalunk, www.teaglóriával.hu. És akkor mindezek után elmondom, hogy mi is lesz a mai műsorunk. Amint látják, ünnepi hétben vagyunk, március 15-e lesz csütörtökön, és mi igyekeztünk a műsort ehhez igazítani, megérteni március 15-e üzenetét a ma embere számára, meg egy kicsit, hogy mi is visszaemlékezzünk, de azért számos érdekességet is elmondani. Első blokkunkban a víz és az egészség kapcsolatáról beszélgetek dr. Simon László vízkutatóval, hiszen nem biztos, hogy amikor Önök az egészséges életmódra gondolnak, akkor rögtön az jut az eszünkbe, hogy igyunk egy pohár vizet. Következő blokkunkban sétahajózásra hívom Önöket a Dunán, de Ráckevén, a Csepel-sziget és környékén egy igazi retro hajóval. Hát, hogy hogyan is született meg ez a hajó és a ráckevei baráti kör, erről fogok meghívott vendégemmel, Szőlősi Árpáddal beszélgetni. Majd jeles napok. Március 15-ét köszöntjük, de egy más módon, mint ahogy azt Önök megszokták, olyan glóriás módon, olyan tejás módon. Vendégem Gyulányi Eugénia lesz, ami Jencink törzsnézőink talán ismerik, hiszen ő 1915. március 15-én született, azaz március 15-én ünnepli 103. születésnapját. Sok mindenről lesz szó, versekről, színházról, magyar szívről, és természetesen egy gyönyörű verset is hallgathatunk a művésznőtől. Következő blokkunk időskori fittség szinte rárímel előző blokkunkra, és egyáltalán, ha megfigyelik, minden blokkunkban van egy-egy visszatérő mondat, ami segíti, alátámasztja az addig hallottakat, és ezeket érdemes megjegyezni. Miskó József, az egészség nagykövete fog beszélni e témáról és az őssejtek aktivizálásáról, valamint egy kedves vendéget is hoz a műsorba. Majd folytatjuk a Trianonról szóló műsorunkat, amelyben Bottyán Zoltán és Drábik János a vendégem. A műsorunk címe, mit rákentek a századok. Vajon március 15-e üzenete mit is jelent akkor, amikor Trianonról beszélgetünk? Meghallgatjuk Erkel Bánkbányából a Hazám, Hazám című dalt Éliás Tibor előadásában, és ezek után vele is beszélgetünk az ünnepről, és természetesen az egészségünkről, ami nagyon fontos a mostani napokban, hogyan is kerülhetnénk el a tavaszi fáradtságot. Hát ennyi mindenről lesz szó. Én kívánom Önöknek, hogy érezzék jól magukat a következő két órában, és legyenek velem!
Kedves nézőink, amíg egészségesek vagyunk, azt természetesnek vesszük. Ha már valami baj van, akkor meg nagyon bonyolult dolgokra gondolunk, hosszadalmas kezelésekre, műtétekre akár, de hogy egyre nem biztos, hogy azonnal gondolunk, az nem más, mint a víz, a tiszta víz. Hát ma az egészség és a víz kapcsolatáról fogok beszélgetni dr. Simon Lászlóval, vízkutatóval, aki már eddig is nagyon sokat segített nekünk a tudás elsajátításában, azonban mindig újabb és újabb érdekes kutatási eredményeket hoz, vagy egyáltalán próbálja szélesíteni a mi tudáskörünket. Szeretettel üdvözlöm! Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, és úgy gondolom, ez egy rendkívül fontos téma. Nem is gondoljuk, hogy mennyire. Talán ott kéne kezdenünk, hogy a víz és a szervezet kapcsolata, és utána rátérhetnénk arra, hiszen talán népbetegségnek mondhatók az asztma, az allergia, a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegségek, tehát majd vegyük ezeket végig. Igen, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy a betegség az egy folyamatosan kialakuló valami, és a szervezet mindig küld jelzéseket. Tehát nem egyszerre leszünk betegek, csak nem figyelünk Csak nem saját. Figyelünk oda, mert először úgy kezdődik, hogy fáradtság, vagy hamarabb szeretnék úgy lefeküdni, meg úgy nincs energiám, és ezek mind már a vízhiánynak a jelzései. A kutatók azt mondják, hogy a emberiségnek a 90%-a alulhidratált, tehát kevés víz van benne. A 60%-unk pedig krónikusan alulhidratált. Na most a krónikusan alulhidratáltság az eleve hozza a betegséget előbb-utóbb. Eltelik 3-4 év, és megjelenik a betegség. Tehát lehet, hogy egyszer csak visszafordíthatatlan folyamat, hogy a szomjúhozott sejtek összeszáradnak? Én azt gondolom, hogy minden visszafordítható, tehát a szervezet az egy fantasztikus rendszer, és hogyha én megadom a szervezetnek, amire a szervezetnek szüksége van, akkor képes fölépíteni önmagát. Tehát láttam olyan képeket most legutóbb például, a vérerei teljesen le voltak már szűkülve, gyakorlatilag trombózis előtti állapotban volt a kedves doktor úr. 3 évig teljes diéta, jó víz, jó táplálék, tehát növényi étrend, és teljesen helyreállt az ér. Tehát lepucolta önmagát? Lepucolta, az a dugulások eltűntek, és teljesen helyreállt. Ezt olyan jó hallani, mert ugye mindjárt van kedvünk több vizet inni, ha tudjuk, hogy ennek majd milyen hatásai lesznek. Igen, hát a magas vérnyomás az teljesen egyértelmű, hogyha belegondolunk, hogy ha sűrű a vérünk, a vese úgy tulajdonképpen visszatart, hogy legyen a szervezetben elég vér, de sűrű a vérünk, és ennek a következménye az, hogy nem jut el mindenhová. Meg szépen lassan hömpölyög, igen, nem folyik. Tehát, és akkor a sejtek küldenek jelzést az agynak, hogy csinálj már valamit, mert nem jut ide a vér. Aha. És a agy pedig azt fogja csinálni, hogy megemeli a vérnyomást. Úgy hívjuk, hogy magas vérnyomás, tulajdonképpen kevés a víz bennünk. És a sűrű vérnél úgy képzeljük el, mint egy folyó, ami telített, és a hordalékát időnként lerakja a partra? Hogyne, hát amikor sűrű a vérünk, akkor tulajdonképpen a méregtelenítés az már nem teljes. Sőt, ott már nagyon sok belső olyan dolog van, ami csak kering, és nem tudja a szervezet leüríteni, mert visszatart tulajdonképpen, és ez lerakódik. Lerakódik, jönnek a lerakódások az érbe, a mikrokeringésbe, a sejtek sokkal kevesebb vizet kapnak, mert azt ugye kevesen tudjuk, hogy amikor a szervezet elkezd visszatartani vizet, akkor 66%-ban a sejtektől vonja el, csak 8%-ban a vértől, és ez annyit jelent, hogy a sejtek már funkcionálisan nem lesznek ugyanarra képesek, tehát akkor jön a fáradtság, már le akarok feküdni 6 órakor, mert fáradt vagyok, reggel nehezen ébredek. Tehát ezek mind vízhiánnyal kapcsolatosak. Na most ugye már ugye itt vagyunk, a vérnyomás, a magas vérnyomás, de vajon akkor miért nem iszunk többet?
Az ember általában akkor szokott inni vizet, amikor szomjas. Úgy érzi, hogy szomjas, de akkor már késő. Tehát sokkal inkább érdemes volna beosztani, hogy 2 óránként iszok 2 deci vizet, és akkor nincs ilyen problémám. De hát az sem mindegy, hogy én most jó minőségű vizet iszok, vagy rosszat, hisz ha belegondolunk, akkor van olyan folyó, amelyik nagyon szépen tiszta, egy patakra gondolok mondjuk. Ahol nagy kavicsok vannak, és igen, le tud és ahol szépen gördül a víz, meg átlátszó, és olyan üde a kinézete fönt a hegyekben még. Hát itt a Dunára, amikor már ránézzünk, akkor egészen más a végeredmény. És gondolom, hogy a tisztítási ereje nem ugyanaz a 2 fajta víznek. Hát hogyne, bárki kimoshatja egy esővízbe esetleg a ruháját, vagy kimoshatja mondjuk a csapvízbe, már akkor is más lesz, vagy kimoshatja a Duna vízbe, akkor aztán pláne más lesz a ruhája. Na most itt az asztalunkon van víz, és tudják, hogy időnként inni szoktunk, akkor most azt mondjuk el, hogy ez a víz mit csinál a vérünkkel? Hát, hogyha valaki sportolás után oda megy az Artézik úthoz, és jót elissza magát, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egy olyan jó ideig utána még itt lötyög a hasába, mert a szervezet addig nem engedi be a vizet, amíg a saját képére nem formálja. Tehát azt még akkor előbb átdolgozza? Átdolgozza. Vagy alakítja. Átalakítja. Vagy egy ilyen vizet, ami teljesen tiszta, és mondjuk hidrogénnel van dúsítva, ez körülbelül 2-3 perc után már eljut az agyba. Tehát ez nagyon gyorsan felszívódik, nagyon gyorsan átmegy a bélfalon, ugyanis a szervezettel teljesen szinkronban van ez a víz már. Még ha egy picit itt maradunk, a tiszta víz például ez, most kifejezetten a hidrogénesről beszélek, étkezés után is segít hamarabb rendbe tenni magunkat, hiszen egy étkezés után annyi minden kémiai folyamat zajlik le bennünk. Hogyne, hát nem csak étkezés után, hanem sportolás után. Ugye ezt nem nagyon reklámozzák sehol, ilyen kis címben jelent meg, amikor a német válogatott megnyerte a világbajnokságot, akkor egy kis cikkben megjelent, hogy igen, milyen táplálékkiegészítőket ettek még, és hidrogénes vizet ittak. Tehát akkor nekünk is az a jó, ha nagyobb megerőltetésben vettünk részt, kirándultunk, vagy éppen sportolunk, mert hál' Istennek vannak, akik még rendszeresen sportolnak. Igen, de kiváló a másnaposság ellen is egyébként. Igen? Hogyne, nagyon gyorsan helyre teszi. Azt szokták mondani, hogy az étkezéssel nagyon sok szabadgyököt is szabadítunk föl, pontosan azáltal, hogy emésztünk. Igen, de a legújabb kutatások pont azt mutatják, hogy 35 év fölött a szervezetnek ez a belső antioxidáns rendszere fölborul. Uh-huh. És 35 évig tulajdonképpen megfelelő mennyiségű antioxidást tudunk termelni, 35 év fölött viszont inkább oxidáltá válunk. Uh-huh. És ezt úgy hívjuk, hogy öregedés egyébként. Hát, tehát eloxidálódunk. Tehát ez a vasodás öregedés gyakorlatilagnak a jellemzője. És az eredmény az, hogy ha egy ilyen vizet iszunk, akkor ezeket a folyamatokat szépen ki tudjuk tolni, és felerősítjük az immunrendszert. Tehát ez, amikor megiszük ezt a tiszta és egészséges éltető vizet, akkor ez a vesét elkezdi takarítani, a májat kezdi el serkenteni jobb működésre, kitisztítja az érhálózatot. Tehát nagyon sok olyan pozitív tulajdonsága van, ami látszólag teljesen egyszerű, de hát ezért kapta meg a gyógyászati segédeszköz titulust, ez a berendezést hivatalosan is. Hát ez egy is nagy dolog. Hogyne, mert ezzel a vízzel tulajdonképpen nagyon sokat tudunk javítani az élettani állapotunkon. Ha már az immunrendszernél tartunk, meg az kipucolódásnál, az allergia nagyon sok esetben összefügg azzal, hogy a szervezetünk nem készül fel, vagy már nem bírja tolerálni ezeket a hatásokat a szervezetünkre. Igen, inkább úgy mondom, hogy nem bírja már tolerálni tulajdonképpen, és a szervezet azt mondja, itt van bőr, csinálj már ezzel a sok hulladékkal valami termelni, nem tudok vele mit csinálni. Na most megjelenik az allergia bárhol, akkor elmegyünk a doktorbácsihoz, ad egy kenőcsöt, hogy igen, bőrgyógyászhoz, hogy kompenzálja, de hát nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy belülről kezdjük el kitakarítani magunkat, és tegyük rendbe a bélrendszert, a béltraktust és az érhálózatot. És akkor tulajdonképpen az allergiás tünetek akár meg is szűnhetnek? Hogyne. Hogyne, az allergiáknak nagyon sok oka lehet egyébként a mai tudásom szerint, de jelentős mértékben tudja a víz csökkenteni ezeket a dolgokat, meg hát az, hogy a belső takarítást minden szinten elvégezzük.
Na most nagyon sokan asztmások, ami igazán nem is értem, hogy hogy kapjuk meg, vagy hogy ez öröklött inkább, de hogy függ össze az asztma és a tiszta víz? Nagyon egyszerű. Amikor mi lélegzünk, akkor tulajdonképpen a levegővel mindig vizet is kifújunk. De érdekes, sose gondoltam rá. Méghozzá egész jelentős mennyiséget, tehát naponta 0,8 liter vizet fújunk ki a tüdőn keresztül. Nagyon fontos, hogy a tüdőnek megfelelő víz álljon a rendelkezésére. Ha ez nincsen meg, akkor a tüdő hólyagocskák elkezdenek bezárni. Tehát, ha megiszom a vizet, akkor hogy mi zajlódik le bennem? Hát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy a belső víz szükségletemet megfelelő mennyiségben pótoljam. Tehát naponta egy embernek 2,5 liter vízre van szüksége. Nem sörre, nem kávéra, nem teára, hanem tiszta vízre. De ez a minimum. Tehát 2,5 litert a napi életfunkciókhoz felhasználunk. Volt egy olyan kérdés, hogy mennyi vizet ihatunk egyszerre, ami még egészséges? Hát én újabban már láttam olyan kutatásokat, hogy napi 4 litert nyugodtan megihatnánk. Nem így gondoltam, hanem egyszerre, tehát egy ivásra. Egy ivásra? A vízkúránál, hogyha valaki elkezd egy vízkúrát, akkor a reggeli vízbevitel, ha nem is egy ivásra, de mondjuk 20 perc alatt, egy a 0,8-1 liter vizet meg kellene, hogy igyon. Az 4 pohár. Az 4 pohár, így van. És utána óránként, vagy 2 óránként 2 decit. És akkor naponta megissza azt a 3,5-4 liter vizet, körülbelül 10 napig, és ez egy nagyon egyszerű vízkúra. Tehát reggel fölkelek, megiszom a 4 pohár vizemet, éjgyomorra. Utána egy olyan fél óra, 1 óra múlva reggelizem. Utána töltöm a napomat, és 2 óránként 2 deci víz. Ez egy nagyon egyszerű vízkúra. Tehát az a jó, ha elosztjuk. Nem az, hogy na most gyorsan megiszok egy nagy kancsóval, aztán letudtam a napi vízfogyasztást. Persze, utána mindenképpen már elosztani. Egyébként ezt nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni, mert amikor a vizeletünk sűrű, igen, színes, akkor kevés a víz bennünk. Amikor átlátszó, olyan, mint a víz, akkor jó a vízháztartásunk. Akkor van-e még olyan, amiben segíthet nekünk a tiszta víz? Például, ugye most az egészségünkről beszéltünk, de ehhez hozzátartozik a szép, rugalmas bőr például. Hogyne, hát a bőrnek elsősorban szintén vízre van szüksége. Az öregesedésnek egyik jele, hogy kevés a víz, és az, egy kicsit a bőr az nagyon kezd összehúzódni. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb talán ebből a szempontból, hogy a vízzel most már antioxidánsokat tudunk bevinni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a szervezetünket föltöltjük elektronokkal, mert az összes funkciónk tulajdonképpen elektron alapú. Tehát amikor egy idegrendszer például egy impulzus küld, akkor tulajdonképpen egy potenciál különbség alapján egy elektromos jelet küld, ami eljut aztán egy hullámmozgáson keresztül az agyhoz. Tehát minden belső működésünk elektromos alapú. Na most, hogyha ez nincs meg a potenciál különbség, így szokták mondani, de hát gyakorlatilag ez az elektrontöltéstől függ, hogy legyen meg az elektrontöltésünk, ami egyébként a sejtekben akkor egészséges a kb. 90 millivolt. Hogyha ez leesik olyan 40 millivoltra, ez a potenciál különbség a sejt meg és a citoplazma között, akkor már jön a betegség, és 30 millivolt alatti feszültségnél meg elpusztul a sejt, mert egyszerűen a belső információs rendszere felborul. Hát én nem hagyom, hogy elpusztuljon a sejtem, úgyhogy én ezzel az antioxidáns vízzel feltöltöm elektronokkal a szervezetemet, miközben megkérem doktor urat, hogy úgy tudom, hogy húsvétra meglepetésekkel készülnek, hogy árulja el ezt a nézőknek. Igen, van egy meglepetésünk most a húsvéti időszak előtt, egészen húsvétig, a Váci út és a Zsilip utca sarkára költözik a nyuszi, és különböző tojásokat fogod hagyni, amivel várjuk kedves vendégeinket, és különböző meglepetések is lesznek még. De gondolom, hogy a finom vizet is lehet kóstolni bátran. Persze, különböző vizeket szoktunk felszolgálni. Teljesen nagyon kiváló a szódavízünk, amit az emberek általában szeretnek, a hidrogénes vízünk, az egy abszolút kuriózum, aztán a reverzozmózis víz,
De hát, hogyha valaki szeretné, akkor állnak még a csapvizet is meg lehet kóstolni, de az hogy nem mi olyan... a különbség a kettő között. Igen. Meg hát azért nem mindegy, hogy egy ilyen szép kis kancsot megfoghat az ember, hogy milyen érzés is az, vagy megnézi a berendezéseket, a víztisztító berendezéseket is meg lehet nézni, hogy milyen ügyesen elférnek egy konyhapult alatt. Én szerintem olyan, mint egy jó kiállítás. Ezen kívül, ha hiszik, hanem ilyen nagyon ügyes, praktikus kis füzeteket is kaphatnak, amiből jobban megértik a szervezetünk működését, hogyan pucol ez a jó kis hidrogénes víz, úgyhogy azt hiszem, hogy mindannyian várhatjuk a húsvétot. Kedves dr. Simon László, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Szórakoztató kirándulások blogsorozatunkban most egy kis hajókázásra hívjuk önöket, sétahajókázásra a Dunán, és nem is akárhol, de a részletek előtt hadd mutassam be önöknek vendégemet, Szőlősi Árpádot, aki a Balabán retro hajó kapitánya. Hú, üdvözlöm! Köszönöm sokan! Csomó érdekes dolgot mondtam el. Először is a Balabán szót sem ártana tudnunk, hogy mit is jelent, aztán rögtön utána a retrohajót. Mutassa be nekünk ezt a csodát. Örömmel teszem. A Balabán, ez egy ráckevei sziget, ami egy kicsi 1200 méter hosszú kis sziget, de pont a gimnáziummal szembe helyezkedik el, és egy nagyon hangulatos laguna választja el tulajdonképpen a szárazföldtől, ahova a gimnazisták nagy örömmel jártak diákkorukba át, kajakkal, kenuval, csónakkal, romantikus kirándulásokra, és így mindenkinek a szívébe ez egy meleg pont maradt Ráckevőről, és amikor a baráti kört megalapítottuk, és elhatároztuk ennek a hajónak a megépítését, és elkészült a hajó, akkor 5 perc alatt meg tudtunk egyezni, hogy a Balabán szigetről nevezzük el a hajót. Tehát Balabán retrohajó, és akkor most kezdjük előről a történetet, hogy vajon miért alakult meg a ráckevei Duna baráti kör, illetve mi hívta életre magát a hajót? 1930-as évektől volt állami hajózás, gőzhajózás. A kezembe került olyan füzet is, ami valamikor a 30-as években tanulmányi kirándulásra invitálta a budapesti gyerekeket, és ennek a kirándulásnak a célpontja az a ráckevei Duna, illetve a Csepel-sziget megkerülése volt. Tehát már ebben az időben is egy kellemes kirándulási programként ajánlották ezt a lehetőséget a fővárosiaknak. Azonban az állami hajózás az a 80-as évek közepe vége táján megszűnt. Egyszerűen hát akkor elvesztette. Ez nagyon szomorú hír volt, és nagyon fájlaltuk. Hát olyan kevés utas volt már, hogy nem tudták fenntartani. Én azt hiszem, hogy járatot. Ez a kultúra is valahogy úgy kiszállt. Először a tengerhajózás, aztán a Dunahajózás. Magyarországon elég hamar agyonütötték a hajózást talán. Ez. És hát ebbéli sajnálkozásunk, ugye én is a Dunaparton nőttem fel, ott születtem, nem ott születtem, de ott éltem egész életemet Ráckevén. A Dunaparton, tehát nekünk a hajó az egy olyan természetes kelléke volt a Ráckevei Dunának, mint mondjuk a víz meg a hal. És hát évtizedeken keresztül nem volt lehetőségünk sem hajózni, sem hajót nézni, csak néha-néha betévet egy kirándulóhajó Pestről, akkor láttunk hajót. És hát ezt a hiányt szerettük volna pótolni, és egy érdekes kapcsolat jött létre, ugyanis 2000-ben az ulmi Dunabaráti kör, egy ulmi saktár, tehát egy történelmi emlékeket idéző hajóval látogatott Ráckevére. És elirigyelték. Hát nem csak, hogy elirigyeltük, hanem fölfedeztük a történelmünket, ugyanis a lényeg az, hogy az 1700-es években nagyon nagy számban telepedtek Németországból Ráckeve környékére is német ajkú lakosok, akik csak tehették, és a legtöbben tehették, azok ilyen ulmi sakterekkel települtek át, és tulajdonképpen ez volt egy olyan kapocs, amire az ulmi baráti társaság is hangolt minket, és amikor 2000-ben találkoztunk velük, és odajöttek a hajójukkal, és mindjárt meg is nyerte tetszésünket a hajójuk, akkor egy közös vacsora keretében felajánlották, hogy adnak ilyen hajóterveket, és építsünk mi is ilyen hajót, és létesítsünk mi is baráti kört, és milyen jó lenne, hogyha az egész Duna mentén a különböző városokban ilyen baráti körök alakulnának, és
együtt összhangban dolgoznánk a természeti értékek megmentése és megbecsülése, népszerűsítése érdekében. Hát tulajdonképpen ez egy nagyon fontos dolog a mai rohanó világban, hogy valaki kitalálja, hogy hogy lehetne a Dunát végigjárni, és ilyen emberközeli baráti körökkel, egy hajóval. És akkor hogy indult a hajóépítés? Könnyű volt? Hát ugye 2000-ben volt ez a találkozás, 2002-re vagy 2003-ra, már pontosan nem emlékszem, meg is alakítottuk. 2002-ben megalakítottuk a Ráckevei Dunabaráti kört, és 2003-ban kezdtünk hozzá a hajóépítéshez. Hát aztán egy kicsit nagyobb lett a fa, mint ami a fejszínnek éppen kellemes lehetett volna. Így aztán 2010-re sikerült megépítenünk, ez egy sok-sok bonyodalommal járt. Sok viszontagsággal, gondolom, pénzhiánnyal. Megváltoztak közben a hajószabványok, amíg építettük a hajót, úgyhogy mielőtt vizsgáztatni. Hogy alkalmazkodni kellett az új szabályokhoz? Hát éppen, amikor le akartuk vizsgáztatni, akkor már újra kellett tervezni a hajót, és egy kicsit megerősíteni a szerkezetét, mert az új szabványok már mást írtak elő. És hát emiatt azért csúszott az építés, meg hát azért is, mert gyakorlatilag az utolsó pillanatban sikerült nyernünk egy pályázatot, amiből a hajónak a motorját tudtuk megvenni, de az összes többi hajóépítési költség az a összeállt társaságnak a tagdíj befizetéséből és a társadalmi munkájából hozta össze ezt a hajót. Hát ez nagyon szép dolog, hogy sok ember együtt valamiért kiáll, áldoz rá. Mekkora most ez a baráti kör? Hát az aktív tagság az 16-18 fő, a fénykorban voltunk 28-an is. És hát most mondom, ez a 16-18 ember az, aki még mindig kitart, és hónap második szerdáján találkozunk, és akkor megbeszéljük a programjainkat, megbeszéljük a lehetőségeket, a különböző elképzeléseket, célkitűzéseket. És hát most is éppen egy olyan konferenciának a megszervezését fogjuk megtárgyalni a hónapi napon, ami a Ráckevei Duna, és főleg a hajózás életében egy rendkívül nagy változás jelent, ugyanis a Kvassa Zsiripnek a rekonstrukciós munkálatai kezdődnek el, és vele párhuzamosan Tason elkezdik megépíteni azt a tasi vízi erőművet, ami 30-es években készült el először, aztán az 1956-os árvíz, jeges árvíz az elmosta az egész erőművet, és azóta ott nincs vízkibocsátási lehetőség, a Zsiripen bocsátják ki a fölösleges vizet a Dunából. Hát önök fantasztikus munkát végeznek, hagyományőrzők, a természeti szépséget nem is őrzik, de megmutatják, akár a fiataloknak is szerveznek ilyen túrákat, mondta, hogy például a hajón van idegenvezetés. Tulajdonképpen ezen a hajón én indítottam el az idegenvezetési szolgáltatást, ha úgy tetszik. Ugye adta magát a lehetőség, hogy amikor az ulmiakkal találkoztunk, akkor egy csomó dologra fölhívták a figyelmünket. Én akkor elkezdtem utána olvasni részben Ráckevei történelem könyveknek, részben a svábok betelepülésével kapcsolatos könyveket kerestem, és ezeket olvastam végig. És hát ebből összeállt egy olyan információ és élményanyag főleg, amit aztán, amikor én viszem a hajót, és én hozzám van szerencséjük az utasoknak, akkor mesélek nekik addig, amíg van kedvük hallgatni. Hát ez nagyon jó, csodálják a természetet, közben tanulnak, és ki a hajó személyzete? Hát a baráti körnek a tagjai adják a személyzetet. Négyen rendelkezünk most már olyan hajós vizsgával, amivel ezt a hajót közforgalomba is vezethetjük, és hát szinte teljes tagság rendelkezik matróz könyvvel, tehát a matróz személyzetet is a baráti kör tagjai adják. Ez nagyon tetszik. Mettől meddig vannak a Dunán? Január 1-től december 31-ig. Tehát az időjárástól mennyiben függ? Hát ha jég van, akkor nem tudunk közlekedni, meg hát a fagyos időkben azért mentesíteni kell a hajót, tehát akkor nem közlekedünk, de idén például volt decemberben is külön járati megrendelésünk, és január 17-én majdnem lett egy esküvő, aztán megijedtek a felek és lemondták, pedig pont 17-én szép idő volt, tehát meg lehetett volna tartani. Akkor ez aranyos, mert ezek szerint önök azt is, ha valaki kéri, akkor ez egy ilyen rendezvényhajónak is lehetne mondani, tehát bármit meg lehet rajta rendezni. Hát az eredeti cél az volt, hogy a baráti kör magának építsen egy hajót, és majd tartjuk a kapcsolatot a külföldi baráti körökkel, de hát aztán mire mi megépítettük a hajót, addigra még az a magyar országon már előttünk létező Dunabaráti kör is előregedett,
akik nálunk korábban csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és így aztán gyakorlatilag csak az umiaknak van ilyen saktertípusú hajójuk meg nekünk itt Ráckeven az egész Dunán. Na most még egy érdekességet találtam, még a történelmet is őrzik, hiszen most egy olyan ünneplésre vagy ünnepségre készülnek, aminek a neve valahol félúton. És ez már a velünk élő történelem egy része. Hát és sajnos ez már lassan a mi történelmünk is, mert erre vagy, hát 2010-ben tettük vízre a hajót, 2011-ben vizsgáztattuk, és hát ez már az azt követő években megszületett ez a gondolat, hogy egyszer ezt kéne csinálni, hogy fölmenni Regensburgig, és akkor ott találkozni az umiakkal. Hát még eddig nem sikerült megvalósítani. Volt már hosszú útja a hajónak, ez is a történelmi emlékeket ápolta, ugyanis Ráckeve neve nem véletlen cseng össze a mai Szerbiába. Belgrád alatt 65 kilométerre található, és ma szerbül Kovinnak nevezett, de egykor ez Keve névre hallgató várossal, ugyanis ebből a Keve városából telepettek át 1440. szeptemberébe a törökök elől menekülő kereskedő polgárok a Csepel-szigetre, és alakították meg akkor Kiskevét, és ez a Kiskeve lett aztán később Kiskevi, aztán később Ráckevi, és aztán a még később időben pedig Ráckeve. És hát, ha jól emlékszem, 4 évvel ezelőtt kaptunk egy meghívást Kovinból. Ugye még ennek az az érdekessége, hogy Kovintól 7 kilométerre megvan egy Székely-Keve nevű település, ami pedig a bukoviné székelyek áttelepítése révén jött létre Mária Terézia idejében. És így ennek a két városnak, illetve a falunak a meghívására mentünk ki hajóval Kovinba, azaz Kevére. 3 nap alatt tettük meg az utat lefelé, és visszafelé meg 5,5 napig hajókáztunk, de egy nagyon nagy élményben volt része annak, aki vállalt ezt az utat. Tehát akkor, ami ennek a beszélgetésünknek a lényege, hogy mi azt szeretnénk, ha önök is hajókáznának. Bárki hajókázhat itt? Bárki hajókázhat, a hajunk mindig rendelkezésre áll. A bármilyen program most szervezni szándékozóknak, volt ott már vállalati tréning, volt esküvő, nem is egy, több különböző helyeken. Csoportok különjáratra igénybe vehetik, bármikor nyugdíjas csoportok, nagyon sokan és nagyon nagy szeretettel jönnek, és főleg nagyon nagy szeretettel és nagyon lelkesen szállnak le a hajóról. Meddig tart egy aztán a leghálásabb közönség a nyugdíjas csoportok, akik tényleg nagy élvezettel hallgatják azt az ismeretanyagot, amit egy út során el tudok mondani. Milyen hosszú egy út? Hát minimum 1 óra, aztán választható 2 óra, és hát léteznek hosszabb programok. A leghosszabb az a szigetkerülő programunk, ami gyakorlatilag 12-13 óra hosszú utazás. Az egész Csepel-szigetet? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mondjuk 8 órakor el kell indulni Ráckevéről, és vagy Szigetszentmiklósról, onnan is van meghirdetve szigetkerülés, és akkor a Kvassai zsíripen kizsíripelünk, ez durván 2 óra, utána lefelé hajózunk, valahol megállunk ebédelni, vagy Ercsibe, vagy valahol ott azon a környéken, utána le Tasig, a Tasi zsíripen vissza, és aztán föl Ráckevére vagy Szigetszentmiklósra. Ez egy 12 órás program. Szerintem nagyon kellemes, főleg, hogy tényleg most már várjuk nagyon a jó időt, és ez egy olyan program, ami kirándulásnak is beillik, múzeumlátogatásnak is beillik, és emellett ugye tanulhatnak is egy pici történelmet, egy pici hagyományőrzést. Úgy tudom, hogy van weboldaluk is, mert gondolom az fontos, hogy hol tudnak további információkat találni az emberek. Feltétlenül egy Balabán hajó, milyen fantáziagazdag az elnevezés, ugye a Balabán nevű hajóról nyilvánvaló, hogy balabánhajó.hu a honlapunk, ahol a következő események rovatban lehet megnézni mindig azt, hogy éppen merre mozog a hajó, és hol található meg. Ezen kívül a Szigetszentmiklósi Kisdunamenti TDM honlapján ugyancsak találnak hajós programokat, amit szintén mi bonyolítunk együttműködve a TDM-mel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szezonban legalább egy hétköznap és hétvégén általában szombaton tartunk sétahajójáratokat, ami
közlekedik akkor is, hogyha nincs utas. Ilyen azért szerencsére ritkán van. Tehát ez gyakorlatilag menetrend szerint elérhető bárki számára, és ugyanazt a programot adjuk, mint hogyha külön járatba utaznánk, illetve bármikor, amikor valaki külön járatba szeretne 30-35 fős csoportokig tudunk egy járatba vinni csoportot, akkor az ő számukra is rendelkezésre állunk bármikor. Nagyon szépen köszönöm, kedves Árpád. Önöknek meg azt tudom mondani, ha kíváncsiak egy retro hajóra, vagy egy jó sétahajózásra a Dunán, nosza rajta, menjenek el! Kedves nézőink! Igazi magyar szív dobog bennünk, és a jeles napokból ki sem maradhatna a március 15-e. Önök a történelmet, a különböző megemlékezéseket hallhatják bárhonnan, mi most egy meglepetéssel ünnepeljük március 15-ét. Talán én nem is lennék színésznő, ha nem egy színművésznőt hívtam volna meg beszélgetni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Gyulányi Eugénia Éva művésznőt, aki nekünk csak Jencike, és a különlegesség, amiért ővele ünnepeljük a március 15-ét, az az, hogy 1915. március 15-én született, úgyhogy most a 103. születésnapját köszönti, és épp ezért mi egy ilyen nemzeti színű csokorral kedveskedünk neked, már csak azért is, mert egy ilyen forradalmi lány vagy, és tudom, hogy a szíved az magyarországi. Hát, mikor megszülettem, már egy apát adtam a hazának, mert hősi halált halt az apám. Aztán anyám sok évvel később férjhez ment egy katonatiszthöz, és ott olyan apát kaptunk, mintha édesapánk lenne, és elárisan, katonásan nevelt nővéremmel együtt. Aztán iskolába kerültem, ahol a Trianon alatt, után is, a mi középiskolánkban minden reggel elmondtuk, hogy hiszek egy Istenbe, hiszek egy hazába, hiszek Magyarország feltámadásába. Azon kívül férhez mentem Vereckei Zoltán színművészhöz, és azt mondtam, ott jöttek be a magyarok. Most már magyar maradok. Nagyon kedves. De nem csak az én születésnapomat ünnepeljük, megelárulom, hogy a Te a Glóriának című műsornak van egy örök hagyománya. Ezen a napon én Glóriával közösen egymás születésnapját ünnepeljük, mert egymáshoz közel születtünk. Így van. Pár év különbözettel. De, hogy is, csak pár nappal, 9-e és 15-e. Jencikém, nekünk most már október óta van egy műsorunk a Trianonról. Nem mindig van az embernek alkalma arról beszélni, hogy vajon az akkori emberek, amikor ez élesben volt, mennyire érzékelték azt a borzalmat, ami történt? Borzalmas tragédia volt a 19-es, 20-as, és még a 45-ös változás, amikor szerencsétlen ország Horthy Miklósnak a kormányzósága alatt valami olyan fantasztikus dolgot végzett, hogy nekünk most a határaink nem a Tiszánál vannak, hanem mégiscsak elfogadhatóan a Kárpát-medencébe élünk. És felvirágoztatta ezt a nyomorult, kifosztott, ilyen módon kizsírelt országot azt a 25 év alatt, amíg volt. Hát, levették a lábáról, hogy lépjen be a háborúba, de csellel. Hát tudjuk, hogy az a bombázás kassán az nem a Szovjetuniótól volt, hanem Szovjetunió felségleleit festették egy Messerschmitt gépre, és kassát bombázták, és nem lehetett ellenállni, bele kellett lépni a háborúba.
És akkor azt mondta az én családom, megüzentük Amerikának a háborút, a bolha köhög. Hát lehetett ebből kimászni. Rettenetes nehéz volt. De azért ez a szerencsétlen ország átszenvedte a kommunizmust, valamennyire változtak az idők, és egyre jobban mászunk ki a gödörből, és lehet, hogy amit Hunyadi János tudott megcsinálni, hogy megállította a muzulmán tömeget, talán mi is meg tudjuk menteni Európát keresztény országnak. Mindig ránk marad ez a feladat, hogy itt a határon helytálljunk. Igen. Én remélem, hogy észre térnek, mert egyre több nemzet tér át a mi elvünkre, hogy nem szabad ezt a keveredést, ezt valahogy meg kell állítani. Nem halat kell adni, hanem megtanítani halat fogni. Tehát te azon a véleményen vagy, hogy ott helyben nekik. Tanulják meg visszahódítani Afrika homokos földjét, termőtalajjá, olyan napsütés van, olyan napenergiákat lehet felállítani, hogy energiával mindent meg lehet csinálni, vizeket lehet oda átfolyatni, ahogy földgázt tudunk egyik világrészből a másikba, úgy lehet vizet is, és hogyha már halas tavak vannak, akkor ennivaló is van, a környéke már kap vizet, még ha sós vizet is, de táplálja, és azt lehet termővé tenni, hogyha az állatok emberük ürülékét tovább keverik mindenféle kommunális szemettel, növényivel, és én gondolom, hogy az eljövendő 100 év alatt valamennyire világ országá lehet tenni Afrikát, ahol élhető lesz élni. És tisztelünk minden kultúrát. Víz nélkül nem lehet élni, ezt belátjuk. Na, akkor térjünk vissza a színház világába, hiszen nem mindenki tudja, hogy te bizony elérted azt az örök diplomát, amit egy színművész egyáltalán kaphat, amit már neveznek vasdiplomának, neveznek örökös diplomának. Gránit diploma. Kemény, tartós. Hát, mikor kaptad meg az első papírodat? Az első diplomát 50 évre kaptam, aztán 60 évre, aztán 65-re, aztán 70-re. 75. évben, 2012-ben a Színművészeti Akadémiának a évadnyitóján megkaptam, és Asher Tamás átadta, és azt mondta, hát ezt odaadom örökös diplomának. Mondom, honnan tudod, hogy 5 év múlva nem élek? És tényleg beültem, és tényleg ott voltam, és újból szerepeltettek. Híres vagy arról, hogy szereted a verseket. Nem csak, hogy ő maga nagyon sokat tud, sok verset, de megszeretteti az emberekkel is, sőt, egy irka kört vezetsz a mai napig. Hát most már egy kicsit lejjebb mentem, nem egészen. Én vezetem, átadtam egy másik színésznőnek, Lessán Katalinnak, de sokáig alapítottuk, méghozzá Iván professzor ajánlatára, akinek volt egy olyan előadása minden hónap szerdáján, hogy hogyan kell az öregeknek élni, és jó tanácsokat adott. Hát az egyik ilyen tanács az volt, hogy akik szeretik a költészetet, irodalmat, prózát, jöjjenek össze, vagy maguk is verset írnak, és hallgassák egymást, pallérozzák egymást. Így jutottunk mi olyan dicsőséghez, hogy a budavári művelődési háznak a szobába összegyűlnek néha 30-an. Van, aki csak hallgatja, van, aki hoz verset, van, aki előadja is, a másik megpallérozza. Mert ezt sokáig csináltam. Én is minden csütörtökön 10-től egyik ott vagyunk. Hát én most már nagyon messze van nekem, nem megyek le,
de elhívom őket az olajákba, és csinálnak egy műsort, és azon belül én is beszemtelenkedem a műsorba, és én is szerepelek. De mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ne nagyon dicsérjetek, mert a végén még beképzelt leszek. Na most el kell, hogy mondjam, hogy Jenci nem is olyan régen, 3-4 éve még komoly szerepet kapott a Rutka Éva Színházban, ahol táncolni, dalolni serestelt. Hát bizony, egész más műfajt csináltam, de az volt az érdekes, hogy 40 évi nyugdíjazás után fedeztek föl, és voltam egy öreg mamóka, akinek temetkezési vállalata van. Egy rendkívül édes, szatírikus szerep, ahol még az italt se veti meg a kedves hölgy, aki kijár a temetőbe egy kicsit szórakozni. Igen. Azt mondd meg nekem, hogy mi a különbség, amikor a színpadon vagy, ráadásul ott ugye kollégák vannak, tehát egy színdarabban játszol, vagy egyedül kell egy verssel megfogni a közönséget? Egyszerűen csak azt tudom mondani, hogy ez a nagyobb teljesítmény egyedül. Igen? Mert egy színpadon van reflektor, szufita, kellék, partner, súgó, kosztüm, ezek mind segítenek. De éppen a napokban kérdeztek tőlem valami olyat, hogy vajon mit érzek, mikor a színpadon mondom a szövegemet, erre, meg arra, meg amarra gondolok-e, hogy. Mondom, a színpadon, mikor játszom, előtte imádkozom a mi atyánkot, kérem Isten segítségét, de ott bent élek. Tehát azt a szerepet éled, ami... Az vagyok, aminek megírt az író, vagy legalábbis azt akarom ábrázolni. Hát másképp nem megy. A versmondás még jobban az. Mert nem csak azt akarom, hogy először is a verset úgy kell tudni, mint a mi atyánkot. A második, hogy tudnom kell, hogy a költő mit akart a verssel mondani, és a harmadik, hogy én abból mit tudok megvalósítani. Hát most egy kicsit beláttunk a színházi kulisszák és az előadó művészet titkaiba, de hát arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ünnepelnek téged. Jencikénk nagyon sok fele jár, tudom, hogy Linka Ágnes meghívott, és igen, nagyon sokan emlékeznek meg a születésnapodról, és egy meglepetést is kaptál most. Valakivel találkoztál. A 8 kerületben öregek napja volt, és meglátogatott engem Kocsis Máté. És elmondta, hogy mi a terve, és akkor én kivettem a mikrofont a kezéből, és azt mondtam, én szívesen kampányolok magának, hogy polgármester legyen. Öregek napjára mondtam valamit, ami rákerült a Facebookra. És azt Kocsis Máté megmutatta a miniszterelnökünknek, Orbán Viktornak. Erre azt mondta Orbán Viktor, mondd meg, hogy a 8 kerületben ki az a legöregebb öregasszony, akit érdemes nekem meglátogatni. És engem jelöltek. De nekem az egy olyan meglepetés volt, mikor a lakásom ajtajában megláttam Orbán Viktort egy nagy vázával, amül a virág a plafónig ért, hogy elájultam. Az első dolog, mi egy agyának, miniszterelnök úr, ugye megengedi, hogy telefonon összekössem a fiammal. Az anya szív. Összekötöttem, de fiam látta az én számomat, Viktor befogta az én számat, és azt mondta, itt Orbán Viktor. Nem kérem, nem tréfa, Orbán Viktor, a mamájánál vagyok. De kedves történet. Hát csak az emberségét akarom mutatni, hogy nem én voltam a nagy, ő volt a nagy. Hogy ezt a meg... Így történt, hogy egy gyűlésen lenézett, és ott látta az én fiamat, és azt mondta, hogy van a mamája? Azt mondja, köszönöm, most fogja ünnepelni a 100. születésnapját. Mikor?
Március 15-én. Hol? Hát egy vendéglőbe. Hát sajnos oda nem tudok eljönni. Március 15-én úgy el vagyok foglalva. És eljött Anikóval, Kocsis Mátéval, és pezsgőt nyitottunk természetesen alkoholmentesen, és azt mondta, ha csak 5 percet, de eljöttem, de hát hiába a Kossuth díjat ki kell osszam. Így híresültem én el, de még egyedül ültem a 8 kerületi lakásomba, és egyszerűen rájött a család, hogy ez nem megoldás, mert elcsúszhatom, eltöröm még egyszer azt, ami már összefort, mert mindenféle töréseket szenvedtem. Olyankor a kórházban mini tornákat csináltak velem a tornászok, és most jelenleg az olajág otthonban én vezetek egy tornát, amiben a Zsombor Kálmán kanonok atyát, a katolikus papot én tornáztatom. Az a mini torna, az jó. Hát gratulálok, és irigylem ezt az életkedvedet, életenergiádat, és úgy tudom, hogy az ezévi születésnapi ünneplésed is nem 15-ére kerül, hanem 14-ére. Miért? Hát azért, mert a fiam egész családjával a békemenetbe megy. De már volt egy ünnepségünk 11-én, egy vendéglőbe összehívta a rokonságot, és egyszerre csak látom, hogy egy szék üres. Már mindenki itt van, azt mondja, ez a meglepetés. Meglepetés, hát ki jöhet el? Egyszerre megjelent egy kis, de most már nem kislány, de valaki, aki 13 éves korában ismertem meg, Pitti Katalin. Ő volt a meglepetés vendég. Ő volt a meglepetés, ő különben a 100 évesen is ott volt. A fiamnak iskolatársa volt, és engem behívtak már, mint nyugalmazott nőt, hogy mondták, segítségül a tanároknak a versmondást tanítani. Uh-huh, tanárság. Munkás, igen, valami munkamamának, vagy nem tudom, hogy nevezték az ilyet. És az volt a szerencse, hogy ebbe a középiskolába, illetve általános iskolába a magyar irodalom szakos tanárnő egy költőnek volt a felesége, Vihar Béláné. És akkor egy alkalommal a Katikát betanítottam arra, hogy mondja, mert azt kérték József Attilának a Medvetán című versét, és csak annyit kellett mondjak ennek a 13 éves zseniális, tehetséges, szorgalmas, nagyon aktív kislánynak, hogy ide hallgass, Katika, amikor azt kell mondani minden versor végén, hogy brumma, 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 azt úgy mond, ahogy az előtte 3 sorban mond valamit a költő, ahhoz viszonyítsd, és megcsinálta. És megvan az évvégi ünnepség, és Katika kiáll, és elmondja a medvetáncot. Óriási siker, a kisgyerekek megértették a verset, és ott állt az igazgatónéni, a Vihar Béláné, meg én, összeülelkeztünk, és azt mondtuk, ebből a gyerekből lesz valaki. És lett. Hát kiváló, igen, kedves, gyönyörű. És velünk kettőnk között egy örök barátság. Igen. És most is ott volt 11-en ezen a közös ünnepségen. Ha neki van valami ilyen bánata, kiönti a szívét nálunk. Kedves Jenci, ha már beszéltünk annyit a versekről, én azt kérném tőled, hogy örvendeztesd meg a mi nézőinket egy szép ünnepi verse. Reményik Sándor. 3 szín. Keblünkről letiltották, leszaggatták a 3 színt. Keblünkről beljebb vándorol, befogadják a szíveink, ameddig piros lesz a vér,
ameddig fehér lesz a hó, ameddig zölden a rétfüve, lesz jel, eszünkbe jutató, hogy hol hazánk, hol otthonunk, hová, kihez tartozunk, s hol süllyed el a koporsónk, ha meghalunk. Hogy az életünk sivatag, hogy vérbe mártott kép a táj, esnek a letépett tag, utána sír, utána fáj. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, amíg zöldel a rétüve, amíg lesz magyar szívdobbanó. Keblünkről befogadjuk, befesszük a három színt. E három szín fog szívünkbe égni, vérzeni. Ki mindenünket leszaggatta, jöjjön, és onnan tépje ki. Drága Jencikém, az Isten éltessen sokáig. Minket. Minket. Szívemből mondtad, szívemből. Regeneratív medicinák. Egy jó ideje foglalkozunk ezzel a különös című témával, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, mi is az a regeneratív medicina. Erről szoktunk általában szakértőnkkel, Miskó József felbeszélgetni, aki hát maga az egészség nagykövete, és most egy kicsit különlegesebb lesz a beszélgetésünk, hiszen vendéget is hozott, Hunyadi Katalint. Nagyon örülök, hogy itt tudtok lenni, hiszen egyrészt az ön tudása, másrészt pedig Katalinnak a tapasztalatai mindenképpen nekünk is nagy segítséget nyújtanak. És akkor talán kezdjük ott, főleg az új nézők kedvéért, hogy mi is az a regeneratív medicina. Köszönöm a kérdést, és én is köszöntöm újra nézőket. Remélem, hogy egyre többen és többen nézik, mert szeretnének fiatalodni. Hát a regeneratív medicina az igazából nem más, mint arról szól, hogy a szervezetünket, a sejtjeinket az ősejtek felébresztésével újraépítjük. Tehát olyan állapotot tudunk biológiailag a szervezetünkbe létrehozni, amely azelőtt volt, mielőtt bármi is fájt volna, bármi is rosszabbul működött volna, tehát egy kicsit biológiailag visszamegyünk a 20-30 éves korunkba, és mindezt belsőleg az öngyógyító és az önregeneratív medicina, illetve önregeneratív folyamatokkal tudjuk elérni. Tehát tulajdonképpen a saját szervezetünk képes regenerálni, megújítani, vagy éppen akár meggyógyítani önmagát? Hát most már igen, hiszen közel 100 éves az a felfedezés, ami 1929-ben született dr. John Davidsonnál meg, ő kanadai orvos volt, és hát 1979-ben dr. Björn de Eskaland folytatta a kutatásokat, és 30 év kutatás után megalkotta azt a készítmény családot és programot, amelynek az igazi neve a regeneratív medicina, az alapja az, hogy a szervezetünkbe 25 éves korunkig működő, utána alvó ősejteket újra munkába fogjuk. Azt hiszem, hogy ez itt a kulcs szó, törzsnézőink már tudják, de az újaknak hívom fel a figyelmét, hogy alvó ősejtek nem tűnnek el, csak éppen egy pihenő, vagy éppen nem aktív állapotban vannak. Igen, hát pont ez volt a csodálatos felfedezése mind a két tudósnak, hogy a szervezetünkben van egy úgynevezett FGF2-es faktor, egy aminosav, ami 25 éves korunkig tartja aktív állapotban a szervezetünket. Tehát ezt úgy is tudnám mondani, hogy 25 éves korunkig növünk. 25 éves korunk után folyamatosan a növekedésünk fölfelé és lefelé leáll, csak megmarad a középső terjeszkedés nagyon sok embernél, és ez az a faktor, amit be tudunk újra vinni a szervezetbe most már, és ez újra indítja, illetve munkára fogja a meglévő, de hát emiatt a kulcs nélkül nem működőképes ősejtjeinket. Én azt hiszem, hogy ennél jobb hír nem kell, hiszen ha már van valami, ami aktivizálja az ősejteket, és ezzel egyben minket is, akkor van remény a megújulásra,
a jobb közérzetre és minden egyébre, sőt gondolom, hogy meglévő problémák javítására, eltüntetésére is, hiszen azt is mondjuk, hogy az, amiről mi beszélünk, az nem egy egyszerű csodaszer, hanem egy komplex program. Így van. Gyakorlatilag, hát itt már ismerik a nézők egy része nagynénémet, hogy aki tényleg visszanyerte mint a fizikai, mint a szellemi képességét a programnak köszönhetően, kedves Katika nem a nagynéném, de ő is tud beszámolni, hát azért jött el, hogy segítsen a nézőknek, hogy van lehetőség arra, hogy a szervezetünket újra jó működő képes állapotba hozzuk. Most a programnak a lényege az, hogy két fő rendszerünket teszi először is rendbe. Ez mindenkinél problémás terület. Az első a feldolgozó rendszerünk. Nagyon egyszerűen úgy mondanám, hogy a bélflóránk a hozzátartozó gyomorral, hasnyálmiriggyel együtt, és a másik pedig a kardiovaszkulális terület, a keringésünk, a mikrokeringésünknek a rendbetétele nagyon fontos, és amikor ez a kettő rendben van téve, akkor az ősejtek nagyon aktívan tudják újraépíteni azokat a területeket, amelyek már leépültek, és a problémákat okozzák a szervezetünkbe. Na most általában, ahogy az idő múlik felettünk, ezek a problémák sokasodnak, és gondolom, hogy vannak ilyen speciális problémák bizonyos kor felett. Hát ezt mindenki maga tapasztalja, hogy amikor már egy kicsit közelítünk a 40-es, 50-es évekhez, de inkább már a 40-esnél is jelentkezhetnek, főleg időskori problémák, ugye az agyi problémák, az emlékező képesség, a szemek romlása, a látás problémák előtérbe kerülnek, de egyre többen sajnos a mozgásszerű problémákat is megtapasztalják, hiszen a legtöbb ilyen beavatkozás, műtétek, ugye, azok mind 40-50 éves kor környékén kezdődnek már, tehát amikor ugye elkoptak a tért ízületek, porcok, a csipőtájéki problémák, és akkor hát van a fájdalom, a gyulladás, nehezebben mozgunk, csoszogva járunk, nem tudunk lépcsőn felmenni, lejönni, és ez a mozgásszabadság korlátozását és az életnek a jobb, könnyebb megélését akadályozza. Hát akkor most szeretnénk egy kis tapasztalatot is kapni, és én megkérdezem Katalint, hogy egyáltalán találkozott magával ezzel a, hogy mondjam, különleges lehetőséggel? A YouTube-on. YouTube-on keresgettem, ugyanis nekem mozgásszerű problémám volt, és még egy kicsi van, és arra kerestem valami alternatív megoldást, mert én azt nagyon előtérbe helyezem. És itt találtam meg a Miskó doktornak az előadását, és úgy gondoltam, hogy fel kell venni vele a kapcsolatot, hogyha én az én állapotomon javítani szeretnék. Az történt régebben, volt egy balesetem, aminek következtében a jobb bokám fölötti rész az érzéketlenné vált, és ennek következtében nagyon sokat elestem. Ez egy nagyon kellemetlen szituációkat teremtett, mert az ember sétál az utcán, és akkor egyszer csak a földön találja magát. Most ez, ahogy idősödik az ember, ez egyre kellemetlenebbé válik. És így találkoztam én ezzel a programmal, és elkezdtem alkalmazni. 3 hónap után a legnagyobb meglepetésemre elkezdett javuló tendenciát mutatni a járásom. Úgyhogy én még adok neki természetesen egy kis időt erre a javuló állapotra, de bízom benne, hogy szinte 100%-ig regenerálódni fognak az idegeim, az idegszálaim. A másik dolog pedig x év után óhatatlan, hogy az embernek a memóriája ne kopjon. És én az egész életünk végéig való tanulás híve vagyok, de azt érzékeltem, hogy nem mindent tudok megjegyezni úgy, ahogy azt én szeretném. Ebben is javulást észleltem, nem csak az én szubjektív megítélésem, hanem a Miskó doktornak van egy csodálatos gépe egy programmal, ami bebizonyítja, hogy igenis elindult egy javulási folyamat. Ma a harmadik dolog pedig a szemem. Nekem
súlyos problémáim voltak a szemeimmel, illetve még vannak is, viszont egy látásjavulást érzékelek, ami számomra egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon szimpatikus személyiség számomra Katalin, hiszen maga rá egyrészt törődött a problémájával, nem azt mondta, hogy majd elmúlik, hanem odafigyelt, és elkezdett keresni. Igen. Ez egy nagyon követendő példa. Majd talál egy érdekes dolgot, annak utána jár, megkeresi az illetőt, és utána pedig még rendszerezi is, hogy milyen irányban, hármat most hallottunk, kéne elindulni. Hadd kérdezzem meg akkor most dr. Miskó Józsefet, hogy a három problémát hallottuk. Mi az, ami ebbe a komplex programba ezeket segítette? Hát a komplex program maga, aminek ugye három fő része van. Az első és legfontosabb az, hogy a feldolgozó rendszerünket tegyük rendbe. Miért? Hát egyrészt, mert a gyomor enzimek, a bontó enzimek 40 éves kortól egyre kisebb mennyiségben vannak a szervezetünkbe, sőt van, amelyik már nincs is a szervezetünkbe. Ezért van az, hogy az élelmiszert, amit beviszünk, a szervezet nem tudja olyan minőségben feldolgozni, mint 20-25 éves korunkban, és így a hasznos anyagok egy része nem jut el a sejtekhez. A másik terület a kardiovaszkulális terület, és itt is elsősorban a mikrokeringés. Szintén ugye a lerakódások miatt, a vérben lévő nem kívántos szennyező anyagok miatt eltömődnek, rugalmatlanná válik az érfal, és nem jut el a legkisebb helyekre a hasznos anyag. Ott elindul egy hiány és leépülés. Hadd mondjak egy példát. Nem olyan rég az egyik közönség találkozón, egy hölgy mondja, hogy neki is van már mozgásszerű problémája, épp egy kis protézis beültetés előtt van, és úgy érzi, hogy csak a regeneratív medicina alapját, az ősejt aktivátort szeretné használni, mert az emésztése rendben van. Mondom, nézze, pont itt a probléma. Ha rendben lenne mind a két terület, akkor ez az állapot nem következett volna be, mert a szükséges tápanyagot meg tudta volna kapni minden területe, és nincs leépülési folyamat, vagy sokkal kisebb. Tehát Kati is megértette, és itt kezdte, és nem tudom, Kati, ezzel kapcsolatban volt-e tapasztalatod a feldolgozással, az emésztéssel kapcsolatban? Természetes, hogy az embernek ahhoz, hogy minden felszívódjon, elő kell készíteni a szervezetét. Uh-huh. Ez egy megelőző kéthetes, háromhetes program, és akkor utána kezdhetjük el szedni az ősejt regeneráló készítményeket, mert Már egy kitisztított szervezet. Igen, kitisztított szervezet, mert hogyha nem tud felszívódni, akkor szedhetünk, amit akarunk. Az nem fog felszívódni. Hogyha a bélrendszerünk nincs tisztába téve, akkor nem szívódik föl a hatóanyag. Mennyire vagy rendszeres, hiszen sokaknál az a baj, hogy persze belekezdenek, aztán elfelejtik, nem szedik, aztán megint eszükbe jut. Én ennek a programnak úgy kezdtem neki, és az az elhatározásom, hogy ez egy életprogram. Uh-huh. Életem végéig. Ez természetes dolog, hogy a József segítségével mindig megnézzük, hogy milyen állapotban van a szervezet az embernek, és mire van még szüksége. Tehát mindig egy kicsit alkalmazkodunk a szükségletekhez, de ez egy életprogram. Ehhez úgy kell hozzákezdeni. Na most én láttam, hogy itt van egyrészt az emésztést segítő, de láttam olyat is, ami az egész immunrendszert egy picit jobb állapotba hozza. Igen, ez is szükséges, ez a negyedik terület, hogy úgy mondjam. Uh-huh. Miért? Hát kezdjük meg az elején. Ahhoz, hogy a szervezet működni tudjon, a tápanyagokat be kell vinni, fel kell dolgozni, és ahhoz kellenek a feldolgozó rendszerünk, a bélflóra, magas szintű tartására, nem is beszélve, hogy a szervezetünkben az első védelmi vonal a magas baktérium és jó baktérium állomány. Miért? Mert ezek már képesek az élelmiszerekben, táplálékban meglévő haszontalan káros anyagokat közömbösíteni, kiszűrni, hogy nehogy átjussanak a vérbe. Tehát a probléma itt kezdődik, hogy ez mindenkinél alacsony, tehát ezt rendben rakjuk, már kevesebb veszélyes anyag juthat a vérünkbe. A másik a szállítóutak tisztasága. Tudjuk azt, hogy ha nem takarítanák az utakat, lassabban, nehezebben közlekednénk, nem jutnánk célba. És ahhoz, hogy a szállítmány célhoz érjen, védeni is kell. Hát nehogy valami baj történjen, és ez az immunrendszerünk. Ugye a védelmi rendszerünk magasabb szintre emelése is szükséges,
hiszen így komplex a regeneratív medicina program, akkor az ősejtek oda jutnak, ahol a legnagyobb feladat van rájuk, és tudnak hatékonyan segíteni, hogy a szervezet újra fiatalos legyen biológiai szempontból. Ez nagyon jó szemléletes képet kaptunk erről, ezekről az összefüggésekről, de hát azért mindig lehetne sokkal többet is mondani, mesélni egy-egy adott témáról, és Miskó József úrnak vannak személyes nagy rendezvényei, ahol ezt sokkal bővebben lehet kifejteni, és most is indul országos körútra. Igen, most már havonta nagyon sok városban, településen úgynevezett fiatalodó klubja kezdett megalakulni. Hát kik alapították meg? Hát azok, akik elindultak az úton, és érzik a pozitív változást, és szeretnék megosztani szűkebb és tágabb környezetükkel az információt. A következő hetek is mozgalmas lesz, már is sorolom a helyszíneket. Március 19-én Kaposváron találkozhatnak velem az érdeklődők. Keressék az elérhetőségemet, a pontos helyszínt meg fogom tudni mondani. Tehát akár a neten, aki utána néz, igen, így megtalálja, van a weboldalon, hogy... vagy a jó. Szokásos csatornán, mert a helyszínt még én sem tudom, de este 6 óra le van fixálva. Következő március 21-e Debrecen, ez már a harmadik közönség találkozó. Itt kérem azt, hogy előtte jelez, aki jönni akar, mert a befogadó képesség már múltkor is szűk volt, és nem tudtuk megnövelni a falakat. Tehát március 21 Debrecen, szerdai nap, Harmónia Egészség Központ, Vörösmarty út 4. A következő Veszprém, március 28-a Agora Központ, ez a volt Hemo, táborállás Park 1, ez 17:30, és szerdánként Budapesten is találkozhatnak velem, itt is egyeztessünk, mert nem minden szerdán, de havonta általában 2-3 szerdán a 7. kerületbe van egy kis előadó terem, ahol beszélgetni tudunk az érdeklődőkkel. Hát nagyon szépen köszönöm. Az a jó, ha mindenkihez szinte házhoz megy a hasznos információ, a tudás. Mi igyekszünk erről hírt adni, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy egyrészt Katalinnak, hogy hajlandó volt személyes dolgokról beszélgetni, és hát doktor úrnak megköszönjük a tanítást. Köszönöm szépen, és jó fiatalodást a nézőknek! Bizony nehéz egy ilyen jeles napon, március 15-én a Trianonról beszélni, hiszen míg az egyik pontosan a magyar szabadságvágyat jelképezi, addig a másik pedig hát a magyar szívfájdalmat, amikor tulajdonképpen eltiportak minket. Én mégis arra kérem vendégeimet, Bottyán Zoltánt, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettesét, és Drábik Jánost, a Trianon Társaság elnökét, hogy beszéljünk úgy, hogy egy kis reményt is kapjunk, ha lehetséges. Kedves Zoltán, mi lesz a téma, miről beszélgetünk? Hát köszönöm szépen ezt a felvezetést, mert valóban én is úgy gondoltam, hogy március 15-e előtt valóban fontos összekapcsolni a trianoni konzultáció iránti szándékunkat március 15-ének az eszmélységével, és annál is inkább, mert ugye március 15-e azért is nemzeti ünnepünk, mert a nemzeti megnyilvánulásunknak, önkifejezésünknek és szabadságharcunknak az alapját fogalmazza meg. Nem véletlen az sem, hogy éppen Petőfinek a nemzeti dala válik ilyen gyújtó, indító versévé március 15-ének. És ennek az a mottóvá vált üzenete, hogy mit ránkentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Jól lehet, Petőfi akkor még nem tudhatta, hogy mi minden gyalázatot fognak ránkenni. Mert amit igazából ránkentek, az majd a 20. század műve lesz. De ugyanehhez a verséhez, a nemzeti dalhoz
kapcsolnám valamivel később született másik nagy versét Petőfinek, az Élet vagy halál című versét, amelyikben tulajdonképpen mindazoknak a nációknak, amelyek a Habsburg felbújtásra szembefordulnak a magyar szabadság és a magyar államiság eszméjével, Petőfi figyelmezteti őket, hogy mi az, amit kaptak ettől a magyarságtól. Mi az, amit ők be akarnak mocskolni azzal, hogy szembefordulnak velünk. Nos, ugyanez megtörténik a magyarsággal az első világháború folyamán is, a trianoni béke előkészítésének a folyamatában, hiszen különösen már 1918-tól elszabadulnak a magyar ellenes propagandának a hullámai az Antant hatalmak között is. És hogy ez milyen torzításokhoz vezet, és hogyan lepleződik ez le, erről szeretnék egy epizódot elmondani. Padányi Viktor írja le a Nagy tragédia című könyvében, hivatkozva Stephen Bonsall amerikai ezredesnek a naplójára. A Stephen Bonsall egy könyvében felidézi azt a pillanatot, amikor hát itt már a Saint-Germain-i béke, tehát az osztrák béke aláírása után vagyunk, bekopogtat hozzá a szlovákoknak egy küldöttsége 1919. szeptember 19-én. És előadják, hogy hát ők nagy nehézségek árán jöttek el Csehszlovákiából, ahol a csehszlovák állam mindenféle akadályt gördített az ő útjuk elé, nem akarták megengedni, hogy kijöhessenek. És ők szökve, titokban, nagy kockázatokat vállalva jöttek azért, hogy az amerikai delegáció segítségét kérjék abban az ügyben, hogy adhassák elő a szlovák népnek a tiltakozását. És hát egy kicsit értetlenül fogadja az amerikai delegációnak a helyettes vezetője, ez a Bonsall, annak a Mendelhausnak a helyettese, aki ekkor már Wilson megbízásából vezeti tulajdonképpen az amerikai delegációt itt. Nos, azt kérik tőle, hogy másnap menjen el velük a szállodába, ahol Hlinka Páter, a szlovák népi mozgalomnak a nagy vezetője várja őt. Nem tud eljönni, mert súlyos beteg, de mindenképpen el akarja mondani a maga, az amerikai delegáció elé akarja terjeszteni a szlovákság kérését. Másnap Bonsall ezredes, nél megjelenik a szlovák küldöttségnek ugyanez a két tagja, és elvezetik Hlinkához, aki a beteg ágyánál fogadja az amerikai delegáció helyettes vezetőjét. És elmondja, hogy ő azért jött, hogy elmondja, hogy nagyon nagy hibát vétettek, és kéri az amerikai delegációt, hogy segítsenek ezt helyrehozni. És hát mi ez a bűn? Hát ők semmiképpen nem akarnak a csehszlovák állam részei lenni, mert hát ez egy borzasztó dolog. És Bonsall ezredes megdöbbenve hallja, és azt mondja, de hát hiszen önök ketten, Stefanik tábornokkal, önök ketten voltak azok, akiknek a szavára mi elhittük, hogy a szlovák nép a csehszlovák, vagy a cseh nemzethez tartozóan közösen akarja a csehszlovák államot létrehozni. Erre Hlinka azt feleli, hogy igen, elismerem, valóban az én bűnöm is, mert én elfogadtam azt a propagandát, amivel a csehek felénk jöttek. Részben azt, hogy nem szabad kihagyni a győzelemnek ezt a pillanatát, és az erősebbhez kell társulni. Részben pedig azt, hogy mi egy önálló szlovák népként vehetünk részt a csehszlovák államnak a
a megalapításában. De azt is szeretném elmondani, hogy nem véletlenül, hogy csak én vagyok itt. Mert nem csak ilyen bejelentésre jöttem, hanem itt van egy levél ettől a Stefanik tábornoktól, aki mielőtt meghalt, azelőtt írta ezt a levelet. Ő hitelesíti a mi utunkat. És hát valóban néhány nappal azelőtt volt az a lezuhanás a Stefaniknak, amit azóta is úgy tárgyalnak, hogy repülő szerencsétlenség történt. És ahol elmondja, hogy Benes szervezte meg ezt az akciót, Benesnek az emberei, terroristái itt várták, és a repülőgép leszállása után kivégezték tulajdonképpen Stefanikot. Hát egyik ámulatból a másikba esik Bonszál, és hát kérdezi, hogy és akkor hát mit is akarnak most tulajdonképpen? Hát azt szeretnénk megmondani, hogy hát a magyarsággal mi 1000 éven át egy történelmet írtunk. Jó, nem volt olyan ez a kapcsolat, mint amilyen ideálisan kellett volna, hogy legyen. De elmondhatom önnek, hogy az alatt a néhány hónap alatt, amióta eltelt a Csehszlovákia, egy év majdnem, a Csehszlovák állam megalapításától, vagy kikiáltásától kezdve, 18 októberétől kezdve, többet szenvedtünk a cseh elnyomástól, mint 1000 év alatt a magyaroktól. Tehát azt szeretnénk kérni, hogy ahogy az összes folyóink Magyarország felé folynak, a felvidéki folyók mind oda ömlenek, mi is oda szeretnénk csatlakozni, és a magyarsággal együtt szeretnénk folytatni ezt a történelmet. Na most ezt a másnap megtudja Bonszál, hogy ezek az emberek nem tudnak hazamenni, majd amikor hazatérnek, akkor le is tartóztatják Linkát, és a társaik pedig itt szökésben maradnak. Úgyhogy ez az epizód is rámutat arra, hogy még azok is, akik részesei voltak ennek a gyalázatnak, a magyarság elleni nemzetgyilkossági kísérletnek, ki kell mondani, hogy ez volt. Ezek, akikben megvan ez a tisztesség és becsület, egyrészt a saját nemzetük felé, mert Linka nyomatékosan és többszörösen bocsánatot kér a saját népétől azért, hogy ő tanácsolta nekik ezt, és többek között éppen Masaryknak az ármánykodása folytán, aki a Pittsburghi szerződéssel rávette az emigráns szlovákokat is, ugyanezzel az álságos eljárással a csatlakozásra, és akiknek a hatása ugyancsak eredményezte Linkának ezt a tisztességtől való elfordulását, de szembe tudott nézni vele, a saját népe elé oda tudott állni, és a világ közvélemény elé is. Mai napig titkolják előlünk ezt, és ez a Linka a későbbiekben ugyanúgy tanúságot tett erről a kiállásáról, az igazság és a magyarsággal való együtt lépés mellett, amikor elmondta, hogy az igazságszolgáltatás is egészen más volt. Ebben a magyarság által elnyomott szlovákságban, tehát a magyarok igazságszolgáltatása is egészen más volt, és megérdemlik, hogy igazságot szolgáljanak. Ezért tartottam jónak ezt a példát, amiben, és nem ő az egyetlen, akitől ilyen példát tudunk idézni. Idézhetnénk a Román Szlávicsot is hasonló értelemben, és amelyik mutatja azt, hogy előbb-utóbb az igazság kiderül, és a mi trianoni konzultációnknak is ez a célja, hogy az igazságot lehessen kimondani. Mert hogyha a világ szembesül az igazsággal, akkor lehet találni gyógyító megoldást is azokra a sebekre, amit ez a világ okozott a magyarság elleni nemzetgyilkossági kísérlettel. Köszönöm szépen, Zoltán. És hát János, tőled várjuk megint azt a lelkesítő hozzáállást, amivel egy kicsit úgy érezzük, hogy talán... Én próbálok csatlakozni Zoltánhoz, ugyanis azért március 17-e mégiscsak a klasszikus értelemben vett emberi jogok
és politikai szabadságok, szólásszabadság, amelyben persze a kutatás szabadsága is beletartozik. És azok, akik Trianon ügyében ma se hajlandók az igazságot kimondani, vagy hagyni, hogy kutassuk, azoknak bizony azt kell elmondanom, és el kell mondanom azoknak, akik most hallgatják ezt a műsort, hogy az az államok feletti hatalom, amely előkészítette az első világháborút legalább 20 évvel a háború kirobbantása előtt, már készültek rá, az, amikor véget ért a háború, szisztematikusan több millió dokumentumot, nem csak az antant országokból, tehát állami dokumentumkormány, a katonaság, tehát a vezérkaroknak a dokumentumot szedte össze, hanem a központi hatalmakét is összeszedte, és a következő helyekre vitte el. Elvitte a Stanford Egyetemtől délre lévő Hoover War Institute-ba több millió ilyen dokumentum van, még mind fokozatosan dolgozzák föl, egy részét elégetik, megnézik, mi az, amit kutathatóvá lehet tenni, de hogyha ebbe a tempóba mennek, ez több száz évet fog igényelni. Na most ugyanez a helyzet, majdnem ugyanennyi dokumentummal, ez itt is, tehát több millió dokumentumról van szó, amely Londontól 100 mérföldre van, egy Henslow Park nevű helyen, ami egy több kilométer hosszúságú épületekről van szó, de több emelet mélységben, amit három kerítés vesz körül. Ezek közül van, amelyik 8 méter magas, és mindenféle erődítményekkel, elektronikus védelemmel van ellátva. És itt az Angliába vitt titkos dokumentumok vannak, tehát nem csak az angol, hanem az Angliában is, de a legtöbbet az a bizonyos Hoover gyűjtötte össze, aki később az Egyesült Államok elnöke lett Wilson után. Na most, például Leninék 25 vagon orosz dokumentumot adtak át. A németektől elvittek úgy, hogy az első német elnök a császár után az átadott 15 vagon német dokumentációt, Friedrich Ebertről beszélek. És az is, ezek mind a Hoover Institute-ban, illetve Henslow Parkban vannak. Aztán itt van például a Cambridge Egyetem, ahol szintén van egy rendkívül nagy titkos archívum, és most csatlakozok Zoltánhoz, mert az a bizonyos Stefánik-féle dokumentum, ami miatt a Stefániknak meg kellett halnia, az Pádova mellett van egy titkos olasz dokumentum. És ugyanis arról van szó, hogy az volt a Stefánik bűne, hogy ő úgy gondolta, hogy a monarchia az egy jól működő állam volt. Menjen át a német tartományok menjenek Németországhoz, a többi maradjon együtt. És mivel, de úgy maradjon együtt, hogy mindenki, aki együtt marad, annak teljesen egyenjogú állama van, külön parlamenttel, külön alkotmánnyal, külön kormánnyal, és egy államszövetség lenne, de magának az államszövetségnek is lenne egy kormánya, és lenne egy fővárosa, és lenne egy lingua franca, egy közvetítő nyelve, és azt mondta, a főváros legyen Budapest, és a lingua franca legyen a magyar, mert mindenki tud magyarul. És ez volt az a bűn, idézőjelbe, amit Benes és Masaryk nem bocsátott meg Stefániknak. Na most mi a probléma? Az a probléma, hogy immáron 100 év, és kísérletet tettünk arra, hogy Pádova adja elő a dokumentumokat. Nem hajlandó rá. Mint ahogy nem hajlandó, mert ugyanis ezekkel a, még ugye csak Németországot, meg Oroszországot említettem, de másonnan, az osztrák monarchiából is több vagon titkos dokumentum, ezeknek egy részét lényegében már elégették.
az elégetést kezdték az elvitel alkalmával. Egy másik részét sok évtized után kutathatóvá tették, a többi pedig még mindig elérhetetlen. Na most azért lenne lényeges, hogy Pádovából megkapjuk a Stefánik-féle dokumentációt, mert egész más fényben állítaná be Masarykot is, aki például még Pozsonyban is szobra van, a Benesről, akiről nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy hazug, szégyenletes gazember volt. Ebben semmi túlzás nincs, még finom szavakat használtunk. A román testvéreinkre pedig bizony azon, hogy mi nem támadtuk meg őket, de ők kétszer ránk támadtak, mint a rabló, utonállók. Aztán fosztogattak, mint a legutolsó tolvaj. Úgyhogy az is csak azért maradt itt a Budapesten a például ugye a Nemzeti Múzeum, mert Buttholz amerikai tábornok ezt már nem bírta látni, aki akkor az Antantnak egyik megbízottja volt Budapesten is, és maga ment ott, és üzte el onnan a román rablókat, hogy hagyják ott a Nemzeti Múzeumot, az nem az övék. Mert már nem bírta látni azt a szemérmetlen és kielégíthetetlen rablást, amit az románok csináltak. És akkor mit ünnepelnek? A minimum, amit meg kellene tenni, hogy kérjenek ezért bocsánatot. De csak akkor tudunk bocsánatot kéretni tőlük, és a becsületre emlékeztetni ezeket, hogyha szembesítjük őket a tényekkel. De a tényeket ez az államok feletti hatalom, amely ezt az egész háborút kitalálta, hogy az új világrendjét, az egy világrendet létrehozza, és ennek útjában voltak a birodalmak, a Hohenzollernek, a Romanovok, a Habsburgok és az ottománok. Ezt a birodalmat arra kellene most kényszeríteni, hogy, és erre március 15-e jó alkalom, mert ez a szólásszabadság, a sajtószabadság, a kutatási szabadságra is emlékeztet, hogy szíveskedjetek végre, ti nagy történészek, kutathatóvá tenni azt a sok millió elrejtett dokumentumot, amit még eddig nem égettettetek el. Tehát engem március 15-e, amely igenis az igazi politikai szabadságok, jogok, az igazi szabadságjogoknak az ünnepe volt, és az nemzetépítő ünnep volt, mert erősítette a magyar nemzetet, és most is a magyar nemzet erősítéséért dolgozunk akkor, amikor Trianon ügyében ki akarjuk mondani az igazságot. Köszönöm szépen, János, és ezzel a vehemenciával szeretném én is megköszönni minden olyan nézőnknek, akik az aláíró íveket visszaküldték már, és buzdítom önöket, hogy kérjenek és segítek, és egy valakit megkérnék. Van egy úr, aki talán most már egy hete vár egy aláíró ívre, és valahogy nem tudom, nálam elkeveredett az ő címe, és nem tudom elküldeni. Kérem szépen, hívjon fel még egyszer a műsor állandó telefonszámán 0629-340-330, és még egyszer diktálja be a címet, és most márciusban lesz egy ilyen összesítés, ha jól tudom, Zoltán, amikor megtudjuk, hogy hol tartunk most, és épp ezért ezután pedig kérem, hogy még nagyobb odafigyeléssel és érzéssel gyűjtsük az aláírásokat, mert nagyon fontos. Annyit még mondanék ehhez, köszönöm szépen ezt az utalást, hogy március 15-én 6 órakor kezdődik a Magyarok Világszövetsége székházában, Semmelweis utca 1-3 alatt. Magyarok Világszövetsége március 15-i megemlékezése, mint Dévei Nagy Kamilla éneklése után, egy olyan 20 perces énekműsora után Patrubány Miklós elnök úrnak az ünnepi beszéde, és Drábik Jánosnak, meg jó magamnak is egy-egy felszólalása következik, és egyben át is adjuk mindazoknak a kiváló aláírásgyűjtőknek az elismerést és kitüntetést, akik a legszebb eredményeket érték el, és fogadjuk mindazokat, akik hozzák az újabb és újabb kitöltött aláíróíveket. Úgyhogy hívunk és várunk mindenkit, aki este 6 órától
ráér, jöjjön el a Semmelweis utca 1-3-ba, a Széchenyi terembe, és segítse a nemzeti konzultáció Trianonról megemlékezését március 15-ére. Nagyon szépen köszönöm önöknek, nektek, és önöknek is a figyelmet. Ahogy önök ezt már megszokhatták, az utolsó blokkban mindig mi magunk vagyunk a fontosak, odafigyelünk az egészségünkre, a jólétünkre, a egyébként hasznos életstílusváltásokat szoktuk elmondani, és ugyan ma ünnepi adásunk van, és önök Éliás Tibortól, Erkel Bánkbányából a Hazám hazámat hallhatták. Azért most is hülyek leszünk ahhoz a szokásunkhoz, hogy az egészségünk mindenek előtt. Szeretettel üdvözöllek, Tibor! Kész csokolom, jó napot kívánok mindenkinek! És köszönöm ezt az ünnepi öltözéket, hiszen ma már a televíziókban nem olyan divat, hogy egyrészt, hogy az ünnepeken egy kicsit másképp öltözzenek akár maguk a műsorvezetők, másrészt, hogy például a bocskait fölöltsék. Nekem 3 bocskaim van, és ezt még abban az időben kaptam Erdélyből, amikor Magyarországon még nem is készült. Ez a legszebb, azért vettem fel a 6-os csatornába. Én tudom, hogy neked igazi magyar szíved van, hiszen a Trianon Társaság művészeti igazgatója is vagy. Ha gondolod, akkor vagy most, vagy majd a beszélgetésünk végén egy mondatban emlékezzünk március 15-én. Ezt köszönöm, mert kapcsolódik az egyik előző műsorodhoz, amikor a 2 nagyszerű ember beszélt Trianon ügyéről. Én csak annyit tudok mondani, hogy most is azt csináljuk. Most is azt csináljuk, mert kedves barátaim, mi magunk ártunk a legtöbbet a hazánknak. Azzal, hogy nem vigyázunk magunkra, az egészségünkre, nem bízunk a
szakemberekre azt, hogy egészségesebb, hosszabb életűek legyünk. Csak egy gyors statisztika, és ezt nem készültem, tanár úr, de úgy nagyjából, ha mindenki egy évvel meghosszabbíthatná az életét, akkor 10 millió évvel élnénk többet. Szóval ez borzalmas, borzalmas nagy szám, és ez megoldható lenne. Én már több mint 20 évvel hosszabbítottam meg az életemet, hiszen sokan nem tudják, hogy hátsófali szívinfarktusból éltem túl a halálomat, és azóta vagyok természetgyógyász, amikor visszajöttem abból a 30 másodpercből, amiből semmit nem emlékszem, mert mindig meg szokták kérdezni, milyen odát. Nem tudom, nem emlékszem semmire, de az biztos, hogy bennem egy olyan szent fogadalom jött el, hogy nekem két dolog fontos most már csak a hátralévő életemben. Az egészség, amiért minden embernek szeretettel segítek, és a leggyakrabban ingyen. A másik pedig, hát a magyarság. De ez is annak a része, és a magyar kultúra. Ezért legyen az opera, operett, magyar nóta, kuplé, táncdal, bármi, ami énekelhető, azt én nagy szeretettel felvállalom és csinálom. Köszönöm szépen, és hát előttünk a leleplező legfrissebb száma, talán nem véletlenül, miért is? Tudom, hogy te szerzője vagy. Hát évek óta az a megtiszteltetésért, hogy Tőke Péter főszerkesztő tulajdonos úr fölkérte a természetgyógyász rovat vezetőjének, és rendszeresen egy ilyen 6-7 gépelt oldalnyi mennyiségű anyagot küldök alapnak. És megmondom őszintén, hogy nagyon gyakori visszajelzés van. Először is az alap, ez tényleg arról szól, hogy az igazságot írja meg, még akkor is, hogyha ez néha hihetetlennek tűnik, pedig itt van az igazság. Másodszor pedig nem kötelezett el semmelyik irányba, a magyar nemzet irányába, ha már elkötelezettségről beszélünk. Akkor gondolom, hogy van egy fő témája a mostani oldalaidnak. Mi? Hát ma jelent meg ez a lap, és a mai számban azt a címet adtam az hosszú írásomnak, hogy a tavaszi fáradtság leküzdése, de inkább az kellett volna, hogy a tavaszi fáradtság megelőzése, mert még meg tudjuk előzni azt, hogy például a krónikus fáradtság szindróma, Chronic Fatigue Syndrome, amit nemzetközi nyelven most már nagyon-nagyon sok felé lehet olvasni, ez egyszerűen kikészíti az embereket. Alapjában véve azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évtizedekben egy óriási törés történt az egészség területén, szétszakadt a mai társadalom a 40 év alattiakra és a 40 év fölöttiekre. Ez mondjuk eddig is így volt, de hogy én, aki állapotfelmérést végzek embereken, jól látható, hogy a 40 év alatti korosztály sokkal betegebb, idézvetéve a beteget, mint a 40 és 80 közötti korosztály. Látszik, hogy az állapotfelmérésben, ugye grafikonon mutatják és különböző színek jelzik, hogy milyen terület a 12 meridián, mert hogy energetikai felmérés, ez nagyon-nagyon fontos és rettenetesen jó volna, hogy mindenki az energetikai szintjével tisztában volna. Ebből három dolgot lehet következtetni. Egy, hogy milyen problémái voltak, nagyobb problémái, és ezt a szervezete megőrizte, és lám, kimutatja a felmérés. A második az, hogy milyen problémák vannak most, jelen pillanatban, és erre csak az a válasz szokott jönni a kedves klienstől, hogy hát honnan tudja a gép, hogy én nekem tényleg ilyen az álmom, vagy ilyen ezek a problémák gyötörnek, látja a gép, és majd egy hosszabb adásban talán majd erről is beszélek. És a harmadik, ami szerintem a legfontosabb, hogy ha nem a múlt, nem a jelen, és mégis ott van valami, ami nem ismerős a kedves kliensnek, akkor az a dolog, ami éppen romlik benne, ami éppen kialakul benne. Tudnék, a betegség nem úgy történik, hogy tegnap jól voltam, ma meg már beteg. Ezek minimum hetek, hónapok, de nagyon sokszor évek, akár évtizedek alatt jönnek létre. Tehát egy gócpont, és hogyha most a gép kimutatja, és felhívja a figyelmet, hogy vigyázz, mert ott gondok vannak. Ha a kedves kliens kéri, akkor azt a kezelést meg tudjuk ejteni, és néhány kezelés alkalmával
el fog tűnni ez a dolog, hiszen visszarendezi az originális, tehát az egészséges állapotot. Ezt megint csak különböző szerekkel lehet elősegíteni, először is a fülakupunktúrával, amit én ma már hála jó Istennek egy nagyon-nagyon speciális lézerkészülékkel készítek, és sokszoros eredményt hozza, mint a régi tű, meg hát nem is fájdalmas. A másik pedig, hogy olyan táplálékkiegészítőkkel, ami egyre több esetben már nem is táplálékkiegészítő, hanem az ogyéi által bevizsgált és hihetetlen minősítést kapott természetes anyagoktól, nevezetesen például ilyen és ilyen anyagokat tartalmazó, gyógyászati célra szánt tápszer. Tehát gyógyászati célra, vagyis növényi gyógyszer. De a növényi gyógyszernek van egy óriási tulajdonsága, hogy úgy az esetek 95%-ában semmiféle mellékhatás nincs. Az 5% tudom rögtön felkeltett az érdeklődését, mert nem biztos, hogy pozitívan gondolkodik, mert a 95 azért sokkal több, az 5% pedig az az esetőség, hogy például valaki pollent, propoliszt vagy olyan anyagot használ, amire esetleg van egy kialakult problémája, érzékenysége, vagy amit meg lehet oltani szintén a természet erejével. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és visszatérve az eredendő mondandómra, hogy a társadalom, a magyar társadalom nem elég, hogy mennyiségileg túltáplált, és minőségileg alultáplált, nem azért, mert rossz ételeket eszünk, vagy nem csak azért, mert rossz ételeket eszünk, hanem azért, mert nem tudjuk megemészteni. És az emésztetlen élelmiszer rothadás következtében a szervezetben nagyon sok problémát okoz, a toxikus anyagok kiválása és annak a irritábilis bélszindrómától kezdve sok minden, egészen a daganatokig és a fekélyekig és a esetleges perforált gyomorfekéig rengeteg mindent tud okozni, az egyszerű büfögéstől, vagy hát a hátsó szelelésig bezárólag, ami azt hiszem, hogy nem egy nagy dolog, azt mondjuk, pedig jelzi azt, hogy problémák vannak, és azonnal keresenek meg, vagy egy gasztroenterológust, vagy először akár engem. Na most elcsépelt probléma, amikor azt mondjuk, hogy a tavaszi fáradtság az egy vitaminhiány. De mégis muszáj róla beszélni, mert igaz, mert valós, mert nem ettünk gyümölcsöt, valós, zöldséget. De nem az egyetlen igazság. Most akkor azért járjuk végig. Ez egy sztereotípia, nézzük meg, hogy mi mit tudunk pótolni. Mondtad a vitamin és tápanyagok, teljesen egyetértek. Ma már kevésbé, de régen különösen jellemző volt a téli táplálkozásra a száraz ételek, babfélék, szárazborsó, csicseri, egyebek fogyasztása, a füstölt áruk fogyasztása. Ne tévesszék össze, kedves hölgyeim, a paraszt füstölt árut a gyári, úgymond füstölt áruval, ami sajnos egyre több esetben egy gyors spác. Vegyszeres kezelés, aminek meg is van az ára. Egyrészt azért, mert olcsóbbnak tűnik, mint a másik, a jó minőségű. Megint ott van az ősi mondás, így kiírnám a fejem fölé, hogy olcsó húsnak híg a leve, ne tessék beugrani. Se olcsó úgymond tápszereknek, se olcsó húsoknak, meg egyebeknek. Itt van a húsfogyati sonka köre, hogy tonnaszám dobáltatja ki az illetékes hivatal azokat az árukat, ahol már túl sok a vegyszer egy sonkában, vagy a virsliben szilveszter környékén. Tehát ezek tetten érhetők. Aztán a kezelés, a betegség megszüntetése, vagy uram bocsánat, a szenvedés, az viszont nagyon nagy árat fog kérni ezért a látványosan olcsó ételért. De a tavaszi fáradtság szindrómának van egy másik jegye is, amivel ön tud segíteni sokat, kedves hölgyem és uram, igen, ön, hogy mozogjon. Hogy mozogjon, és ne egyszerűen úgy, hogy Hübele Balázs módjára belekapok, hanem előkészülve. Higgyel, megéri. Tegyen előbb egy a napsütésbe egy sétát, aztán egyre pontosan, keményebb gyakorlatokat. Még bent a lakásban, akár most, miközben bennünket néz, hallgat, hát nem vagyok egy gyönyörűség, tessék elfordulni tőlem és mozogjon, de hallgasson ide, mert remélem, hogy fontos dolgot mondok. Tehát minél többet mozogni otthon,
nyitott ablaknál. Aztán később, hát most már ma éppen tavaszon, hát holnap megint tél lehet, nem tudom, de ezeket a szélsőségeket meg kell tanulnunk ki küszöbölni, tehát meg kell tanulnunk együtt élni az időjárással. Felkészíteni a szervezetünket az ilyen ingadozásokra. Pontosan. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ezt vegye nagyon komolyan. Ez nem pénzbe kerül, ez elhatározásba kerül, hogy mozogjunk, mozogjunk, és aki teheti, az ússzon, mert nekem mindig Gyarmati Andor, a doktornő mindig azt mondta, hogy a legkomplexebb gyógyító eszköz az az úszoda. Hát Gyarmati Andrea olimpiai és világbajnok úszónő volt, és gyermekorvos, és nagyon imádom. Szóval tavaszi fáradtság szindróma jegyei, hát nem tudom most mindet elmondani, mert nincs olyan hosszú adásidőnk, de például az, hogy fáradékonyabbak vagyunk, hogy aluszékonyabbak, hogy ingerlékenyebbek, hogy többet eszünk, hogy az emésztésünk felborul, hogy fájdalmaink vannak, hogy a reggeli felébredés is fárasztó, és a többi, és a többi. Tehát olyan jegyek, ami nem szeretem jegyek. Tehát ezeknek nem kéne előfordulni. Még akkor is, hogyha keveset alszik. Nézzen rám, esküszöm az éle Istenre, nem vagyok rá büszke, de annyi dolgom van, hogy átlagban, újabban én 3-4 órákat alszom, és tele vagyok energiával. Miért? Azért, mert amit mondok, azt meg is teszem. Tessék lemásolni. 65 éves vagyok, először mondtam ki, és most már büszkén mondom ki, de a temperamentum, abban belsőm, az nem hiszem, hogy 40-nél több. És itt az igazság. Az első jó tanácsom, és ezt vésse a fejébe. Tetszik, nem tetszik az aloégél. Az aloénak a kipréselt nedve, nem a száras, amikor az van ráírva, hogy all leaf, vagyis hát egész levél, az azt jelenti, hogy a külső része is benne van, amiben allantonin is benne van, amely egyébként hashajtó, és sajnos igaz az a vélekedés, hogy az ilyen jellegű nem alkalmas mindenkinek a táplálkozására, de amit én megtaláltam, azt 20 éve boldogan fogyassza, akinek ajánlottam. Mennyi hatóanyag van benne? Több mint 240 féle. Debrecenben él egy tudós, fiatal hölgy, aki az aloénak szenteli az életét, könyveket ír róla, stb. És egyre újabb és újabb adatokat, kutatási eredményeket talál. Én csak annyit mondok, hogy legyenek egészen nyugodtak, hogy ha az én életemet ez mentette meg, akkor lehet, hogy az önök életében is nagy szerepet fog tudni játszani, de hogy hogyan és miképpen, nem hagyom el önöket, aki a segítségemet kéri, annak szóban, írásban, levélben, tanulmány átadásában, mindenben segítek, csak legyenek egészségesek, és ez önön múlik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Itt a március, itt a tavasz. Fogadják meg Éliás Tibor tanácsait, és kérdezzenek tőle. Én pedig annyit tudok mondani, hogy ez a mai ünnepi adásunk most véget ért. Volt benne sok minden, költészet, történelem, hasznos tanácsok, egészséges életmód. Én nagyon örülök, hogy így hétről hétre találkozhatunk. Aki úgy érzi, hogy többet szeretne a műsorról tudni, annak ajánlom a Facebook oldalunkat, be kell írni a kis keresőbe, Thea Glóriával. De itt hívom fel a figyelmet, hogy érdemes Éliás Tibort is, mint művészt, és mint természetgyógyászt is megismerni a Facebookon keresztül. Ezen kívül van egy weboldalunk, www.teagloriaval.hu, és van a műsornak az állandó telefonszáma, amit 9 órától ajánlok önöknek, kérdezzenek, hívjanak, beszéljenek, meséljenek, és én azt hiszem, hogy igyekszünk valamivel egy kicsit jobbá tenni ezt az életet. Befejeztem mára, jövő héten majd jövök, és újabb dolgokat, érdekességeket hozok önöknek, tehát a telefonszám 0620 9 340 330, és a mai adásunkat is úgy fejezzük be, hogy egészségünkre.